Szóval üdvözletem mindenkinek. Koronavírus, goddammit. Szóval koronavírus, mindenki mazukba jár, érted? Most már nem csak én. Viccet félretéve, mindenki döglődik, mindenki meghal a geszibe. Hát ennél nincs jobb, de tényleg. Amúgy meg az elmúlt egy hónapban rohadtul nem történt semmi. Én addig az elmúlt egy hónapban az autóval próbáltam foglalkozni. Pontosabban is, hogy megmutassam nektek, hogy mi lett véve az autónak, ami aztán most fogok kipróbálni, hogy működik-e. Láttok, az jó. Ezt figyeled, 2 tonnát bír felemelni. Az a baj, hogy ugye emelni mindig fontos, hogy kemény talajon, mint például betonon, vagy mit tudom én, min emelj autót, ne pedig földön. Olyan szinten belekezdett süppedni a földbe ez a kis emelő, hát persze, mert a föld az puhább, mint 1,4 tonna fém. Kell csinálnom egy beton bejárót. Méghozzá ide az autóhoz. Ahol most van az autó, ugye? Nem láttok, nem mindig. Szóval az a föld. Azt szépen át kell rakni betonra, és akkor meg tudjuk emelni az autót. Szóval addig nem tudjuk. Kölemetlen. Nyilván ehhez lettek véve mi a nevék. Szóval ez a jószág ittem. Dőjön szét! Szóval tartóbak. Ja, nem most, de sikerült rájönnöm, hogy hopp, nem tudom megemelni az autót, mert nincs kemény talaj, vagy nem tudom, hogy hívjátok. Megvettem ezt a jószágot ittem. Ez egy multiméter. Ezzel meg tudjuk nézni, hogy hol a baj az autónak a elektromos részében. Na, hogy 1. A hangszóró nem működik. 2. A lámpa nem jó. És végül 3. Elfelejtettem. Ja igen, az ECU. Az ECU-ra nem tudunk csatlakozni az OBD2 csatlakozón keresztül. És nem tudom igazából, hogy most akkor a OBD2 olvasóval van a baj. Vagy az én autómmal. Szerintem az én autómmal. Már hogy az enyémnél ugye nem tudott csatlakozni az ECU-ra, még a bátyáminál igen, szóval, hogy itt autós hiba lesz szerintem. Ezt fogom most kideríteni azzal a multiméterrel, vagy mi a rákkal. Telefonra le is töltöttem egy ábrázatot, hogy melyik kábel, micsoda, melyik pin mire szolgál, és így tudom, hogy a 2-es és a 10-es az a 2 főbb kábel, amin oda-vissza tud közlekedni az adat. Mint a 10-esen nem, az csak a ground, szóval az a földelés. A kettes a nagyon fontos, a 2-es pin. Szóval, ja, ennyit csináltam igazából. Mást pedig nem tudok mondani. Mi mást mondhatnék? Egyedül max azért jöttetek ide havi vlogra, hogy nézzétek, hogy mi van az AI-ja. Ahogy el is mondtam, tök vicces, hogy elmondtam, és mégse figyelt valaki, vagy valakik, nem tudom. Azt kérdezi, hogy mikor lesz AI, stb. Hát mondom, ebben a hónapban nem foglalkozok vele, szóval most rohadtul nem lesz semmi. A következő hónapban fogok foglalkozni vele. Igen, mert most 31-e van elvileg nektek, amikor ezt látjátok. És holnap pedig már a következő hónap van, amikor fogok foglalkozni az AI-jal. És csak a hónap végén fogok tudni róla beszélni, hogy mi is történt az elmúlt egy hónapban az AI-jal kapcsolatosan. Szóval addig várjatok, jó? Köszönöm. Na de most csekkoljuk le az autót. Ja igen, az részletesebb autószerelések másik csatornán van. Találjátok meg, hello. Na szóval, nézzük, mi van eddig. Volt egy csavar. Szörny lakik errefelé. Szörny lakik errefelé, Dick. Nagyon szép. Nagyon szép. Na, csak kis kapcsolom. Nagyon szép. Ezt és tovább is lehet bontani. Ezt szét kell bontani, hogy meglássuk benne, hogy vannak a kapcsolom. Szóval ez itt a problematika. Van nekem itt egy kép, ami mutatja is, hogy mi kell nekünk. Szóval a 2-est kell megnézzük. Na de, akkor próbáljuk ki lámpát, mert sokkal vonosabb, legalább fel fogjuk tudni kapcsolni lámpát, és akkor nem lesz probléma. Kapjuk szét lámpát, nézzük meg, hogy mi az újság van arra felé. És hát csak rájöttem valamire. Látjátok itt ezt a kis jelet? Szóval ez egy külön kar, nem pedig kapcsoló. Hogyha ezzel nem működik, akkor nyilván vagy a mind a kettő kapcsoló szar, amire nagyon pici esély van, vagy a legnagyobb esély, amikor egyik sem működik, az, hogy
valahol előrébb van a probléma, nem pedig a kapcsolóknál. Viszont, hogyha ezzel bekapcsol, ezzel a kis karral, akkor tudjuk, hogy a kapcsolóval van a baj. Szóval csekkoljuk le, húzzuk meg a kart és nézzük meg, hogy történik-e valami. Oda nézzetek. De ezt nézzük meg jobban. Most már van egy elég nagy okunk arra, hogy azt állítsuk, hogy a kapcsolókkal van a gond, vagy a kapcsolóban van a baj magával, vagy egy picikét bőjebb, és ennyi. A lámpával nincs baj, az jó tudni. Na de akkor szedjük szét, nézzük meg. Na, két csavar ki lett véve. A két alulról ugye. Bocs, hogy nem tudom levideózni, egyszerűen nincs kameratartom. Se semmi az égvilágon. Szóval, hogyha valakinek van állványa, akkor szívesen fogadom, nem amúgy majd veszek egyet. Az is kéne gárdani. Na de, miután ezt a két csavart kicsavarjuk, ilyenkor lehet hallani, hogy kipattan a helyéről, méghozzá ott bent az a kis fém, nem tudom, látjátok-e. Ilyenkor ki kell, hogy jöjjön, tessék, kint is vagyunk. Nagyon szépen óvatosan kiömeljük, hogy kábel PLS, ne zavarjál meg, köszönöm. Gyere te is. Oh my god, szétomlik a izé. Arra hagyjon meg. Hát ezt is takarítani kéne, mi? Na szóval, van nekünk két faszom. Szóval nekünk két csatlakozónk, amit ki kell húzni. Láthatjátok, hogy itt minden is eredvás, és szar. A lényeg, hogy itt a kapcsoló nem az a gomba, ami működik, viszont a mi kapcsolónk az ez, a baloldali, és hát van rajta két kisebb rézszerűség, illetve egy nagyobb. Most ezeken forognak. Csekkoljuk le a kis mérővel, hogy jó-e. Arra jutottam, hogy a kapcsoló jó. Úgy érzékelem, hogy jó. Szóval, ja, hát akkor rakjuk vissza, aztán csekkolni kell a kábeleket, hogy azok kapnak-e jelet, vágod, amikor átkapcsolod, vagy ilyesmi. Ez akkor még egy jövőnek a projektje, mert most nincs időm baszakodni ezzel. Hangszórókat most meg nem tudjuk megnézni, mert elszed. Csomó felén nem szargálnak a kábelek, aztán ja. Szóval ennyit az autóval kapcsolatban. Kapcsolónak semmi baja, lámpának sincs semmi baja. Szerencsére bentebb lesz. Mármint hát nem szerencse, de kapcsoló jó, lámpák jók, csak valahol bentebb ugye valami bajos, amit utána kell néznünk, kederíteni egyszer muszáj lesz, mert így azért kapcsolóval nem kellemes. És hangszóró az még váratik magára, mert a rák tudja, hogy merre mendegél a kábel mindeség, szóval, hogy majd szeretnék egy olyan napot, ahol az egész műszerfalat lekapom a francba, és akkor látunk mindent. Na jó, hülyeség lenne az egész műszerfalat, de itt legalább alulról valami, ezt az aját már ugye kiszedtem, egy kényelmesebb teret kialakítani az autóba, hogy aztán könnyedén meg tudjuk találni a problematikát, mert most rohadt hideg van, és kényelmetlen lenne most szerelni. És ja, szóval ennyi az autóról. Kb. Úgy mindent elmondtam, szóval tényleg nincs semmi lényeges, nem történt semmi. És ja, ennyi. Találkozunk akkor legközelebb. A következő hónap vége, az a kövi havi vlog, már sokkal érdekesebb lesz, nem csak azért, mert lesz benne AI, de amúgy de csak azért lesz egy. És kb. Annyiból fog az szerintem állni, hogy csak AI, és ennyi. Másból is? Vajon? Fogalmam sincs. Ja igen, 2000 feliratkozós. A következő hónap végére kész lesz, szóval rajtatok múlik, hogy mennyire szeretnétek látni. Szóval, hogyha hamarabb eléritek, akkor a hónap végén már is egyből fogjátok tudni látni. Viszont ha a hónap végére nem éritek el a 2000-et, akkor nem látjátok. Ez kb. Olyan, mint hogyha zsarolnálak. Mi a faszom volt ez? A kurva macska, na most zavarom a... Gyere ide! Kurva anyád! Gyere le a fúra! Hova lettél? Gyere le! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Gyere lefele! Nani? Gyere le a fáról, ember! Mit csinálsz? Oh my god!
segítsek lejönni a fáról, vagy mi van? Gyere! Na, bejöttél. Ó, te! Na, most már viszont húzzunk el innen. Oh no. Ne. Kurva életbe. Na, csak ez kellett, bassz. Na, hát akkor... Még jó, hogy itt vagy. Mennyire vagy feltöltve? Fullig, ugye? Ó, nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Hát akkor csatlakoztassuk is rá. De nehezen indultál, geci? Azt hittem, itt maradok, geci, a világ végén. De nézzétek csak. Semmi. Viszont, hogyha teljesen felkapcsolom. Ja, fasz, 500-an megyünk, geci. Na de működik a távolsági. A fix it, goddamn. Goddamn, hol lehetek? Nem döglődik az autó, nem tudom, mi van vele. Na de akkor, sziasztok, bye!